Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Jó reggelt kívánok! Rágcsáló irtást végeznek a napokban a város több pontján. Az irtószer emberekre és házi állatokra veszélyes anyagot tartalmaz, ezért a szerhez, az eszközökhöz, valamint az elhullott állatokhoz szigorúan tilos hozzányúlni. A Baranya megyei ANTS és a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő RT elsősorban lakossági és képviselői bejelentésre rendeli el a rágcsáló irtást. Május 25 és június 8-a között a Madas, Dobó, Komját és Komlói út, valamint a Fehérhegyi, Hásfa és Fejtig utca által bezárt területeken, illetve a Szabó Ervin téren helyezik ki az irtószereket. Észrevételekre minden esetben reagálunk, kiszállunk a helyszínre a hatósággal, az ANTS-szel és a leendő kivitelezővel, aki a patkányirtást végrehajtja. Az irtószereket barna dobozokban helyezik ki a patkányjáratok közelébe, illetve a csatornákba. Véralvadásgátószereket dolgozunk, két formuláció van jelenleg, egy mérgezett buza, ami pirosra van festve, és piros parafinos korongokkal. Mindegyik véralvadásgátló bromadion van hatóanyagú, keserített ízzel, tehát gyakorlatilag mérgezés nem igen fordulhat elő. Mivel a szer annyira keserű, hogy ember, illetve haszonállat képtelen elfogyasztani, így a mérgezés esélye igen csekély. Mégis ennek ellenére a színezés, a keserítés miatt véletlen valaki érintkezésbe kerül vele, tehát úgy, hogy elfogyasztaná. K1 vitamin az ellenszere, aminek a beadásával, vagy injekcióval, vagy pedig tablettával, tehát ez a mérgezéshez teljesen visszafordítható. Sajnos a tiltás ellenére több ládát is elloptak, és a benne lévő veszélyes irtószert a földre szórták. A tervezett belvárosi parkolóórák díjtételeit vázolták tegnap az Önkormányzat Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottsága, valamint a Közlekedési és Kommunális Bizottság együttes ülésén. Napirendre került továbbá a Citrom utca forgalmi rendjének módosítása is. A város parkolási rendelete 1993-ban készült, így szükségessé vált módosítása. A két bizottság mostani együttes ülésére került javaslatnak részét képezi a zónás rendszer bevezetése. A jelenlegi forgalomcsillapított övezetekkel nem érintett belvárosi rész nagy részt, majdnem teljes egészében fizető övezetté fog válni. A szakembereketől azt várják, hogy javul a parkolóhelyek kihasználtsága. Kevesebb autótulajdonos fog egész nap a belvárosi utcákban parkolni. A javaslat a parkolási díjak emelését is tartalmazza. Két éve már nem volt díjemelés a parkolási zónáinkban, tehát mindenképpen ez díjemeléssel is fog járni. Hamarosan elkezdődik a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a belvárosnak parkolóhely felszerelése, tehát ez a jelenlegi rendelet, a díjövezetek, ezek már ahhoz igazodva is már megszabják azt, hogy milyen irányba kell elmenni, és milyen nagyságrendű lesz a parkolás lehetősége a belvárosba. A díjemelés mértékéről a bizottság határozatát követően a közgyűlés dönt majd. A parkolóautomaták üzembehelyezése az év végén várható. Amint egy 120 berendezésre a Pécsi Városüzemelés és Vagyonkezelő RT pályázatot hirdetett, az értékelés jelenleg is folyik. A Közlekedési és Kommunális, valamint a Gazdasági Tulajdonos és Vállalkozási Bizottság együttes ülése elé került a Citrom utca gépjármű forgalmának korlátozásáról szóló rendelet módosítása is. Itt várhatóan az lesz a legfontosabb változás, hogy azok a gépjármű tulajdonosok, akik nem tudják közterületen elhelyezni az autójukat, a szomszédos utcák valamelyikébe behajtási engedélyt kapnak. Soros ülését tartotta a Városházán az Önkormányzat Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága. A nagyszámú napirendi pont többsége a magánszemélyek lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem volt. Több az életkörülmények javítását célzó lakáscsere kérelmet is elbíráltak. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről is döntöttek a képviselők. Az önkéntes otthonban a sajátját védi, ezért is nélkülözhetetlen a munkája, mondják a hivatásos tűzoltók. Legutóbb a 3000 baranyai önkéntes tűzoltó közül több mint 300 adott számot felkészültségéről.
Az önkéntes és létesítményi tűzoltók továbbképzéses megyei tűzoltó versenyét Szigetváron tartották. A megmérettetésen résztvevőknek a tűzoltás, illetve a műszaki mentés során felmerülő problémákat kellett megoldaniuk. Volt táplálásszerelés kismotorfecskendőhöz, tömlőgurítás, tömlőszerelés, és vízsugárral egy célt kellett kilőni, ez pedig a tűzoltást jelképezi. A stafétánál pedig abszolút komplett feladatot kell végrehajtani, ott futás, palánkátugrás, csövön átbújástól kezdve, ügyességi erő kifejtésen keresztül teljesen komplett feladatok oldottak meg az emberek. A versenyre 4 kategóriában jelentkeztettek a tűzoltó szervezetek, akiknek felkészültségét a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai ellenőrizték. A tűzvédelmi szervezetek tagjainak képzéséről szóló BM rendelet pontosan meghatározza, hogy egy önkéntes tűzoltó egyesületi tagnak ahhoz, hogy lehetősége legyen biztonságosan, balesetmentesen beavatkozni, legalább 40 órás alaptanfolyamon kell részt venni, és annak a parancsnoknak, aki az ő tevékenységét irányítja, pedig egy 360 órás tanfolyamon kell túl lenni eredményesen. Megyénkben jelenleg csak tűzoltó egyesületek vannak, de a jogszabály szerint léteznek önkéntes tűzoltóságok is, melyekből országosan mintegy 20 működik. Ezek abban különböznek az egyesületektől, hogy ők már kötelező feladatot hajtanak végre, és attól kezdve, hogy köztestületekként működnek, arra a település körre, amelyikben ők erre felhatalmazást kaptak, ők ugyanolyan joggal vonulnak ki, életmentés, tűzoltást és műszaki mentést végez, mint a hivatásos tűzoltóságok. A Pécsi Szimfonikus Zenekar az elmúlt hét péntekén tartotta évadzáró testületi ülését, ahol elhangzott, a jövő évadot már az új helyen, az átalakított parkmoziban kezdik majd. Az elmúlt hétvégén zárta idei évadját a Pécsi Szimfonikus Zenekar. Az új karmesterrel ez volt az első közös év. Egy zenekar életében mindig meghatározó egy vezetőkarmester váltás, és ez történt az elmúlt évad kezdetén. Bár már általunk ismert karmester, Amma Zsolt Lisztdíjas karmester választotta 100%-os szavazattal a zenekarunk vezetőkarmesterének. Az első évad nagyon tanulságos volt. Azt hiszem, hogy ezt a közönségnél tapasztalt siker is igazolta, hogy egy nagyon jó váltás volt. A zenekar 7 külföldi országban 3 földrészen lépett fel, a magyarországi koncerteken kívül az elmúlt évben, a következő évadot augusztusban pedig új próbateremben kezdhetik, hiszen a Liszterem visszaszáll az egyetem tulajdonába. Mivel az új hangversenyterem építésére nincs pénz, a parkmozi épületét alakítják át. Maradt egy minimális program, vagyis hogy a meglévő épületet alakítsuk át olyan próbateremmé, ahol otthonra talál a szimfonikus zenekar. Szerencsésen találkozott a MÁV fúvózenekar elgondolásával is ez. Ők is helyet kerestek, és egy megállapodás született arról, hogy támogatás miatt, vagy fejében ők is itt tárolhatják hangszereiket, és időnként próbálhatnak. Az új évadot itt tudjuk elkezdeni a általunk nem szívesen elnevezett parkmozi, mert egy moziba zenekar nem játszik. Hát nagyon reménykedünk abban, hogy szép lesz majd, és ígéret van talán arra, hogy Kodály Zoltán hangversenyteremnek nevezhetjük. A rendelkezésre álló 11 millió forint a tető, a helységek és az elektromos hálózat felújítására elég. Építenek továbbá egy színpadot is, így a ház alkalmas lesz kamarakoncertek fogadására is. Nagymértékű pusztulás fenyegetheti a magyar szőlőket. Villányban néhol már az állomány 30-40%-a fertőződött azzal az új vírussal, amelynek nincsen ellenszere. A szakemberek a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, ezért ajánljuk a hírt a pécsi szőlős gazdák figyelmébe is. Ezeken a leveleken még nem látszik, hogy fertőzött-e a szőlő. Legkorábban júliusban derül ki, hogy ki kell levágni a tőkét. Ha akkor elszíneződnek a levelek, a szőlő menthetetlen. Az ok a fitoplazma elnevezési kórokozó, mely 5 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon. Van olyan szőlőültetvény itt Villányban, ahol 30-40%-os a fertőzés. Kabócák terjesztik, tehát ellene védekezés nincs. A szőlővírus mind a vörös, mind a fehér fajtákat megtámadja. A gyümölcs összealszalódik, a tőkék néhány éven belül elhalnak. Egyedüli védekezés a megelőzés lehet. A fertőzött vesszőket el kell távolítani. Nem tudom, hogy meg kell-e húzni a vészharangot. Lehet, hogy igen.
de a vészharang meghúzása mellett nagyon tudatosan és bizonyos értelemben kegyetlenül eljárva ezekkel a tőkékkel, ezeket eltávolítva lehet egyenlőre védekezni. A kórokozó állítólag Franciaországból került hazánkba, a szakemberek azonban hiába tanulmányozzák a francia szakirodalmat, megoldást ott sem találnak. A vírus ellenszerét egyelőre a Loire mentén sem ismerik. Végül néhány hír röviden. Mint ahogy már arról tájékoztattuk a Pécs TV nézőit, Steiermark tartomány kezdeményezte, hogy az úgynevezett Dél-Kelet-Európai Uniós jövőrégió projektet Dél-Dunántúlra is terjesszék ki. Ezzel újabb támogatási forrásokhoz juthatna Baranya megye is. A tartományfőnököt és a steiermarki delegációt ma fogadják a megyeházán. Egy új ügyviteli rendszerről tartanak ma szakmai értékelést Pécset. Ezt a programot használja már többek között a Városi Önkormányzat, a Vízügyi Hivatal és a Pécsi Sörfőzde is. Az integrált rendszer lényege, hogy az adatfeldolgozást leegyszerűsíti, megkönnyíti a dolgozók közötti információ cserét, és mindemellett automatikusan könyvel. Egy hazai gyógyszergyártó cég új, a tumoros megbetegedések kezelésében használható szert vezet be rövidesen a gyógyszerpiacon. A készítménnyel már folynak a klinikai tesztek. Ma konferencián ismertették az eddigi eredményeket a Tudományos Akadémia Pécsi Székházában. Ezekről az eseményekről későbbi híradásainkban részletesen is tudósítjuk Önöket. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, a műsort rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk. Az elmúlt napokhoz hasonló meleg, kellemes időre számíthatunk ma is. Bár a több-kevesebb napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, elszórtan rövid záporokra is számíthatunk. A szél megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke 21 és 26 fok között valószínű, ám a sok napsütés hőérzetünket növeli.